volt egyszer egy boltos, egy király, meg egy szegény ember. Ez a boltos eljárogatott az erdőbe vadászni, de egyszer úgy eltévedt, hogy 3 nap bolyongott, s nem tudott kitalálni. Istenem, ha valaki engem innét kivezetne, 3 lányom közül a legszebbet annak adnám, s 3 zsák pénzt is adnék melléje. Kivezetlek én, csak gyere utánam. Lenéz a boltos a földre, s hát ott henteleg egy kis sündisznó. Mit volt mit tenni? Megígérte a sündisznónak, hogy neki adja a legszebb leányát, s ad még 3 zsák pénzt is, csak vezesse ki. Azzal a sündisznó elindult előre, a boltos utána, és egy 1/2 óra sem telt belé, kivezette az erdőből. Másnap a király ment abba az erdőbe vadászni, az is éppen úgy eltévedt, mint a boltos. Istenem, Istenem, csak valami lelkes vagy lelketlen állat kivezetne az erdőből. 3 leányom közül a legszebbet neki adnám, de még 3 szegér pénzt is adnék neki. Gyere utánam, én kivezetlek. Nézi a király, vajon ki beszél. Hát egy kicsi sündisznó van a lába alatt. Nem bánta ő? Akármi, akárki. Indult a sündisznó után, s hamarosan kijutott az erdőből. Ebben az időtájt a szegény ember is eltévejedett az erdőben. Istenem, Istenem, nekem nincs semmi ezen a világon, de ha egy undok féreg vezetné is ki az erdőből, azt is gyermekemnek fogadnám. No, hát akkor gyere utánam, szólalt meg valaki. Bezzeg, hogy a kis ündisznó volt. Egy szempillantásra kivezette az erdőből. Telik múlik az idő, a boltos, a király, a szegény ember a kicsi sündisznót már kezdték is felejteni. De egy este, amikor a szegény ember már lefeküdött, bekopogtatott az ablakon. Apám, uram, nyissa ki az ajtót! Álmélkodik a szegény ember. Hát ez ugyan ki lehet, hiszen neki sohasem volt gyermeke. Nagyon Isten, jó estét, apám, uram, hazajöttem. Fogadj Isten, édes fiam, ha meggyöttél. Meg bizén, apám uram, de az anyám asszony költse fel, hogy vessen nekem ágyat. Apám uram, van-e kigyelmennek 2 csizmadiattal lérja? Kérdi a sündisznó. Van, fiam? Van. Noha van, apám uram, menjen be a városba. Ott a piacon egy vénasszony egy fekete kakast árul, azt vegye meg. Onnét menjen a szígyártóhoz, annál van egy roncsos nyerekszerszám, vegye meg azt is. Elmegy a szegény ember, megveszi a fekete kakast, meg a roncsos nyerekszerszámot. Hazaviszi. S hát a sündisznó fölnyergezi, kantározza a fekete kakast, rápattan, s úgy elnyargal, mint a sebes szél. Meg nem állott, amíg a boltos házához nem ért. Hé, boltos uram, nyissa ki az ajtót! A boltos majd hanyatt esett, mikor meglátta a sündisznót. Be kellett, hogy vezesse a házba, előhívta a 3 lányát, és elmondta nekik, hogy ami igaz, igaz, ő bizony ennek az undok féregnek ígérte a legszebbik lányát. Hely, lett nagy sírás, révás, de a sündisznó bizony nem bánta. Kiválasztotta a legszebbet, és mondta lelkes szóval, te az enyém, én a tied, ásó kapa, s nagy harang válasszon el minket. Na, bezzeg a leány, nem mondotta, az csak sírt, még a földhöz is verte magát, verhette. Mégiscsak el kellett, hogy induljon a sündisznó. A boltos befogatott egy üveges hintóba, egy másik szekére föltette a 3 zsák pénzt, és azzal elindult a hintó, lovagolt mellette nagy büszkén a sündisznó a fekete kakason. Hát te még mindig sírsz? Sírok bizén, sírok is halálomig. Na bizony, nem is lész az én feleségem, eredj vissza az apádhoz. Hanem a 3 zsák pénzt nem küldte vissza, azt elvitte a szegény embernek. Telik múlik az idő, mit gondol, mit nem a sündisznó, fölpattan a kakasra, és elvágtat a királyhoz.
Mondja, hogy miért jött? Emlékszik-e, mit ígért? Bárcsak ne emlékezném, de hát amit mondtam, mondtam, szavamat meg nem másolom. Behívatja a három leányát, elmondja nekik nagy szomorúan, hogy így meg úgy járt, most már itt ez az undok féreg, oda kell, hogy adja közülük azt, amelyik neki megtetszik. De bizony, mondta a legidősebb, én megtetszettem, nem leszek az ő felesége. De bizony, én sem, inkább meghalok. Bizony, mondta a legkisebb király kisasszony, örömmel leszek az ő felesége, mert az édesapámmal olyan nagy jót cselekedett. Hely, Istenem, örült is, búzsult is a király. Örült, hogy ilyen jó szívű a leánya, s búsult, hogy ezt a jó szívű gyermekét el kell, hogy veszítse. Megrakadt három szekeret ezüsttel, arannyal, gyémánttal, befogadt a hintóba, aztán beleültetik a király kisasszonyt, de a sündisznó ebbe sem ült bele. Lovagolt a hintó mellett a fekete kakason. Egyszer, mikor már jó messzire voltak, benéz a hintóba, s hát a király kisasszony nem sír, sőt, inkább jó kedve van. Még mondta is a sündisznónak. Ugyan minek lovagolsz azon a kakason? Ülj ide mellém a hintóba. Hát nem félsz tőle? Nem félek bizé? Nem bántasz te engem? Nem is undorodol tőlem? Nem én? Én halljatok csodát! Abban a pillanatban megrázkódik a sündisznó, s olyan gyönyörűséges, szép dali királyfi lett belőle, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Akkor megrázkódott a fekete kakas is, s lett belőle aranyszőrű, táltos paripa, s így azon a helyen kerekedik egyszerűen egy ragyogó gyémánt palota. Gyémánt volt a fala, gyémánt az ablaka is. Küldöttek a királyért, küldöttek a szegény emberért, küldöttek ide, küldöttek oda, jöttek mindenfelől a vendégek, s csaptak olyan lakodalmat, hogy híre ment hetet hét országon. Itt a fige fussellél.